Köszöntjük kedves nézőinket! Ha velünk tartanak, két izgalmas gyógyulás nyomába eredhetnek Varga Gábor hatóanyagkutatóval. A krónikus ízületi gyulladás és egy nagyon későn diagnosztizált gyomordaganat okairól, hátteréről, tüneteiről és két csodás gyógyulásról adunk ma hírt. Dr. Vasil László segítségével belekukkantunk-e betegségek orvosi hátterébe is. Érdemleltünk rá Hajnalra, aki csodaszép kisfiával tölti otthon napjait. Nem is gondolnánk, egészséges emberek, hogy milyen nehéz tud lenni egy egyszerű játék a padlón, ha nem tudunk gyermekünkhöz legugolni, letérdelni. Hajnal számára a várandóság is későn adatott meg, a folyamatos gyulladás pokoli kínokat okozott a nőnek. Gábor erről és a gyógyulásáról kérdezte. Köszönjük a kedves nézőket, Érden vagyunk, ahol Hajni elmondja tapasztalatait a betegségével kapcsolatban, és elég hosszú utat tett meg fiatalkor ellenére a betegsége kapcsán, hiszen a súlyos ízületi, illetve autoimmun problémáira nem tudott az orvostudomány olyan választ adni, ami kielégítő lett volna. Hogyan kezdődött, mire emlékszik először a tüneteivel kapcsolatban? Több mint 10 éve kezdődött, elkezdtek dagadni a térdeim, elkezdett ödémásodni a lábszáram, és azonnal mentem az orvoshoz, akik ugye tátkarokkal néztek, hogy lehet trombózis, lehet reuma, lehet probléma esetleg kisebb balesetből kifolyólag, de aztán megvizsgáltattam magam, és kiderült, hogy autoimmun ízületi gyulladásom van, ami újra és újra begyullad, újra és újra szteroidokat kapok, injekciókat kapok, majd végül eljutottam néhány év múlva a rádiumizotópos lokális feltöltéshez. Autoimmun betegségnek nevezzük azokat a betegségeket, amikor az immunrendszer a saját szervezete ellen támad, azaz a szervezet saját egészségesen működő sejtjeit kezdi pusztítani. Ma már számos autoimmun mechanizmusú betegséget ismerünk, például a cukorbetegséget vagy az ízületi gyulladások bizonyos formáit. Autoimmun ízületi gyulladás esetén az immunrendszer az ízület belső részeit alkotó sejteket támadja meg. A pusztuló sejtek miatt az ízületben steril gyulladás alakul ki, ami azt jelenti, hogy a gyulladásos folyamatban fertőző kórokozó, vírus vagy baktérium nem szerepel. Az ilyen betegségekben a gyulladás, mint gyógyító, regeneratív folyamat, és az immunrendszer folyamatos támadása, mint pusztító folyamat egyszerre van jelen. A krónikussá váló gyulladás és az immunrendszer folyamatos pusztítása hullámzó intenzitású tüneteket okoz, de végeredményben minden esetben előbb-utóbb tartós ízületi károsodások, mozgáskorlátozottság, deformitások és fájdalmak alakulnak ki. Beszélgettünk előzőleg, és említette, hogy gyerekkorában is jelentkeztek autoimmun jellegű tünetek, aszma, illetve allergiás típusú autoimmun problémák, és a tudomány most úgy tartja, hogy az autoimmun tünetek, az autoimmun problémák, azok valamilyen szinten összefüggenek az allergiás tünetekkel, az immunrendszer nem megfelelően működik, túlműködik bizonyos helyzetekben. Tehát akkor ennek már volt már előzmény a gyerekkorában. Igen, ugye? Igen, egész kicsi gyerekkoromban voltam aszmás, elég súlyos aszmás rohamaim voltak, fulladtam. Akkor is kaptam gyógyszereket, injekciókat, kórházak, szanatóriumokat jártam meg hosszú évekig, egészen 23 éves koromig folyamatosan. És akkor egyszer csak elmúlt, eltűnt néhány évre. És később már, kb. 10 évvel később jelentkezett a parlagfőallergiánál újra ezek a fulladásos rohamok, de már nem teljesen az egész évben jött vissza, csak ideiglenesen erre az időszakra, a parlagfőszezon idejére. És az autoimmun tünetek ezzel párhuzamosan, vagy utána jelentkeztek? Utána, jóval később jelentkeztek. Tulajdonképpen 11 éve jelentkezett nekem az ízületi gyulladásom, akkor már kezeltek engem a parlagfűszezon idején jó gyógyszerekkel, tehát ez visszaszorította nekem az aszmát, fulladást, jól voltam. És egyszer csak jöttek a térdüzeti gyulladásaim, folyamatos injekciók, csapolások, feltöltések, műtétek, artroszkópos térműtétek, ortopédiai műtétek, stb. És most már eljutottunk olyan szintre, hogy nem javít a szteroid, nem javít a rádiumizotóp, nem használnak semmilyen más megoldások, és elkezdtem keresni a másfajta gyógymódokat az interneten. Ezzel kapcsolatban mivel tudok magamon segíteni, hogy lenne jobb gyógyszere nélkül élni?
Tehát akkor úgy kezdődött, hogy feltétlenül bízott az orvosokban, és igen, úgy gondolta, hogy meg fogják önt gyógyítani. Igen, évekig, igen. Hány évig próbálta hagyományos módon kezelni a... Hát körülbelül 8-9 évig. Tehát akkor kitartó volt, és... Én nagyon, mivel más megoldást nem ismertem, se én, se az orvosok, én folyton kaptam a szteroidokat. Nem sok jóval kecsegtettek az orvosok, azt mondták, hogy a következő lépés a biológiai terápia lesz, a befekvés kórházba, és ott 2 hétig fognak kezelni, és körülbelül 1 évre rendbe tesz. Ez egyfajta kemoterápia majdnem, hogy ugye? Igen. Kérdeztem az a főorvost, aki kezelt engem, hogy mi a legrosszabb, ami engem érhet ezzel kapcsolatban. Annyit mondott, hogy elkezdődik egy leépülési folyamat, és sajnos ezt nem lehet megállítani, ideig, óráig lehet szüneteltetni a fájdalmakat, és még annyit mondott, hogy nőknél nem nagyon szokott ez elrákosodni. Hát, egy kicsit megdöbbentett. A tünetek enyhítése, az életminőség javítása és a folyamat előre haladásának lassítása érdekében gyulladás csökkentőket alkalmazhatunk, de ezzel lassítjuk a regenerációs folyamatokat is. Illetve fékezhetjük az immunrendszer aktivitását, de ezzel az immunrendszert az egyéb feladatainak az ellátásában is akadályozzuk. Ezek alapján érthető, hogy az autoimmun ízületi gyulladásos betegségek kezelése nehéz és bonyolult feladat, mert meg kell találni a kényes egyensúlyt az elviselhető tünetek és a gyógyszer mellékhatások között. Ráadásul úgy, hogy a kezelés, mint ahogy a betegség is, élethosszig tartó kell legyen. A kezelés lehet helyi, amikor az érintett ízületet közvetlenül kezelik, de lehet szisztémás is, amikor szájon keresztül szedendő gyógyszereket alkalmaznak. A betegség diagnózisa radiológiai képalkotó módszerekkel és laboratóriumi vérvizsgálatokkal, esetleg ízületi folyadékból vett minta elemzésével megállapítható. Nagyon súlyos autoimmun tünetek voltak, amik talán még erősödtek is, és a gyógyszerek nem hatottak. Különböző típusú gyógyszerek lettek kipróbálva, gondolom, 8 év alatt. Igen. Mindenféle gyulladáscsökkentőket kaptam, pakolásokat, fizikoterápiára jártam, gyógyfürdőkbe jártam, gyógytornára jártam, kenőcsöket, gyógyszereket. És ami a legkomolyabb, az a rádiumizotópos feltöltés, ami az első 2 az 1-2 évig segített. Ez ugye egy lokálisan beadott, steril szobában beadott tiszta hétrium. Az nagyon jó volt egy pár évig, de most már azt sem használ. Sajnos az utolsót 2014. szeptemberben kaptam, de már decemberben újra gyulladásba jött a térdem tőle. Tehát nagyon makacs gyulladásos tünetek igen. jöttek elő. És akkor ugye 8 év alatt ezek szerint eljutott egy olyan pontra, amikor azt gondolta, hogy ki kell próbálni minden más alternatív módszert. Igen. Mert kipróbált szinte mindent, amit az orvosok tudtak felajánlani, és az orvosok nem kecsegtették különösebb, jelentősebb eredményekkel a jövőben. Igen, és ugye elkezdtem keresni a gyógymódokat, mert nagyon sok mellékhatása volt ezeknek a szteroidoknak. Csak egy párat felsoroljak, például a békacista ruptúra, ugye kiszakad a tasak a térdbe, és ödémát okoz, ami trombózis veszély. Aztán a porc lemorzsolódásaim folyamatosak, csont sűrűségvesztés, elkezdett egy picit deformálódni már a térd ízületem. Porckopás, ugye a lépcsőzés, guggolás, térdelés egyáltalán nem ment, nagyon nehezen. Míg nem, a nővérem egyszer csak felhívott, hogy látott egy riportot a tévébe, valami gyógygomba. Gyógygombákkal kapcsolatban? Gyógygombával kapcsolatban, miért nem próbálom ki? Hát azonnal rákerestem az interneten, letöltöttem a gyógygombakönyvet, rögtön kértem időpontot, azonnal meg is adták, hogy melyiket kezdjem el szedni. 2014. november 5-én elkezdtem szedni, és másfél hónap múlva jöttek az eredmények, jöttek a javulások. Elmúlt az éjszakai, hajnali, kegyetlen ízületi fájdalom, mindenhol, minden egyes kis ízületbe, porcikámba fájt, és könnyedebbnek éreztem a mozgást. Le tudtam guggolni a kisfiamhoz, le tudtam el négykezlen menni játszani, fel tudtam emelni rendesen, és néhány hónappal később, 3 hónappal később pedig már a szívritmus zavarom is kezdett elmúlni. Egyszerűen nem jelentkezik az utóbbi időbe. Ami még nagyon fontos, és észrevettem, hogy a kórosan alacsony vérnyomásomat teljesen jól rendbe tette. Minden nap mérem a vérnyomásomat, és 100 alá nem nagyon esik. Nekem 90 és 80 alá szokott menni, ami már ugye szédüléseket okozott, és egyéb rosszul léteket. Volt egy világnézeti változás is közben, amíg a betegségét kezelték? Abszolút megváltozott ehhez a hozzáállásom. Én jeleztem az orvosnak, a kezelőorvosomnak, hogy én abba hagytam a gyógyszert. Ideig óráig valóban segítettek a gyulladásokon,
de jelentkeztek a tünetek, hogy szívritmus zavart okozott, ami szívizomgyulladásban terjedt ki, aztán jöttek ezek a remegés, furcsa remegések, ilyen epilepsziaszerű valamit éreztem, ami ugye az is egy mellékhatása a gyógyszernek, valamint a gyomorfekély. Nagyon komoly gyomorfájdalmaim voltak tőle, amire már többször jeleztem az orvosnak, hogy ezt nem szeretném szedni, mert rosszul vagyok tőle, amire kaptam olyan tablettát, ami segíti a gyomorban a gyógyszerek hatását. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy elkezd a gyógyszereket szedni, és úgy érzékelt, hogy nagyon súlyos mellékhatások jelentkeztek. Igen, mert komolyan megijedtem. Én kijelöltem a gyógyszernek a papírjain is, hogy ezek a komoly mellékhatások írva vannak a papíron, és én érzem is ezt, én nem vagyok hipohonder. De azt mondhatjuk azt, mondjuk a többi betegnek, akik hasonló helyzetben vannak, hogy meg kell fogadni az orvosoknak a tanácsát, és minden esetben külön mérlegelni kell azt, hogy a mellékhatások tolerálhatóak-e vagy sem. Az orvossal egyetértésben, optimális esetben ezt meg kellene beszélni, és akkor úgy megpróbálni a gyógyszeres kezelések mellett alternatív terápiákat. Igen. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy fogadja el az orvos véleményét, és kezdjenek el gyógyszert használni, mert van, akinek maximálisan segít, és hosszú távon segít. Az én esetemben sajnos csak rövid ideig volt jó a gyógyszer, körülbelül 6-8 évig. A gyógyulmáknak van egy olyan hatása, amit adaptogén hatásnak nevezünk. Tehát, hogyha túlműködik az immunrendszer, akkor csökkentik annak a működését, ha alul működik, akkor úgy szabályozzák, hogy optimálisan működjön. Tehát ezért alkalmasak mind allergiás tünetek enyhítésére, mind pedig autoimmun betegség tüneteinek az enyhítésére. És az immunrendszer nagyon sok sejtből áll, nagyon sokféle sejtből, és ezeket a sejteknek szinte mindegyikére hatnak a gyógygombák hatóanyagai, és ezeket szabályozzák gyakorlatilag, hogy optimálisan működjenek. Illetve elősegítik azt, hogy az immunsejtek ugye őssejtes állapotból beérjenek. Mert ha nem érik be egy immunsejt, akkor az árthat is, és gyulladást is kelthet. De hogyha beérik, a különböző immunsejtek beérnek, például a falósejtek, akkor már nem okoznak mondjuk ízületi gyulladás, vagy pedig akár éremeszesedést, hogyha beérnek, akkor viszont pozitív hatások van ezeknek az immunsejteknek, mondjuk a rákos sejteket is elpusztítják. Tehát a gyógygombáknak ez a szerepe, hogy az ősejtes állapotból elősegíti a sejteknek a beérését, és elősegíti azt, hogy optimálisan működjenek, nem működjenek túl, illetve nem működjenek alul. Tehát ezt hívják adaptogén hatásnak. Hát köszönöm szépen, hogy elmondta a tapasztalatait, hogy biztos sok embernek tudunk ezzel segíteni. Nagyon szívesen. Minden jót kívánok mindenkinek, gyógyulást, és gyógyszermentes és tünetmentes életet kívánok. Sándor azon kevesek közé tartozik, aki elmondhatja, hogy 43 évig dolgozott egy cégnél, a budapesti lakásépítő vállalatnál asztalosként. Feleségével és két gyermekével boldog életet élnek. A gondok tavaly húsvétkor kezdődtek, ekkor lett rosszul Sándor. Ezután kezdték kivizsgálni, és kiderült, már legalább 10 éve daganatos beteg. Hallgassuk meg a történetét. Török Bálinttól beszélgetünk Sándorral, aki nemrég lett 80 éves, igen. És előbb kérdeztem meg öntől, hogy még a II. Világháborúra is emlékszik, hogy hogy történt, és elég sok szörnyűséget látott Szabolcsban. Igen. Látod, hogy milyen szörnyű a háború. Ezt már nagyon kevesen tudjuk, mert nem tudjuk első tapasztalatból, mi, akik fiatalabbak vagyunk. Azok a szerencsések, akik nem tudják. Jobban meg tudja ítélni ennek a súlyosságát. Valószínűleg az egész életét végig küzdötte ezekkel a tapasztalatokkal a háta mögött, amiket gyerekkorában látott. És hát nemrég múlt évben tapasztalták azt, hogy gyomor problémái vannak, és azzal mentek a kórházba. Tudnál erről mesélni, hogy hogyan vették észre? Igen. Elmentem a orvoshoz, mert volt egy kis problémám, mint minden férfinak, ugye 80 éves kora körül a prostatámmal, hogy kivizsgáltatom, és közben rosszul lettem, úgyhogy rázott a hideg, nem bírtam a pohár vizet megtartani a kezembe, és hát akkor véres volt a székletem, és akkor beküldtek a ügyeletre János kórházba, ott csináltak egy gyomortükrözést, és hát attól egymás közt hallott, amikor mondta egyik orvos a másiknak, hogy öklömény nagyságú tumor van itt, azt mondja. Hát, vagy nem tumor, daganat. A gyomorrák a gyomor belső falának sejtjeiből kialakuló rosszindulatú daganatforma. A gyomorrák lassú növekedési tumor,
ami éveken át csak szegényes tüneteket okoz, ezért sokáig észrevétlen maradhat. Gyomorrákra utaló korai tünet lehet bármilyen emésztési zavar, puffadás, gyomorégés, émelygés vagy étvágytalanság. Ezek a tünetek nem jelentenek feltétlen rosszindulatú betegséget, de ha sokáig fennállnak és idővel rosszabbodnak, akkor feltétlenül részletes kivizsgálást igényelnek. Az előre haladott gyomorrák tünetei már súlyosabbak, és sok esetben szembetűnőbbek is. Például komoly gyomorfájdalom, véres széklet, véres hányás, nyelési zavarok, általános gyengeség és fogyás. A befolyásolható kockázati tényezők között elsősorban a dohányzás és az elhízás szerepel, a környezeti tényezők között pedig aszbesztpor, szénpor vagy oldószerek belélegzése. A gyomortükrözés után elküldték a CT-re, illetve kivizsgálni, hogy rossz indulatú vagy jó indulatú. Végül is 2 hét után kiderült, hogy sajnos rossz indulatú, de nem csak ez volt a baj, hanem az, hogy az orvosok azt mondták, hogy ez nem most kezdődött. Ez már legalább 10 éve folyamatban van, mert nem csak ez az egy tumor van, hanem körülötte nyirokmirigyek. Legalább 16 darab már ott volt. Legalább 16 darab, és annak a nagy része is ezért volt rossz indulatú. Tehát kevés volt benne az, ami nem volt megfertőzve. És hát akkor ugye ment a hozzávona, hogy mostan hogy lesz, mint lesz. Valahogy fel kellett egy kicsit javítani az állapotomat annyira, hogy meg tudjanak műteni. Megműtöttek a Kútvölgyi úti kórházba. Gábor professzor igazgató, a sebészetnek az igazgatója, ő műtött meg. És hát sajnos a műtét után azt mondták, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban vagyok. Nem biztos, hogy megmaradok, sőt, volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy 1-2-3 hónap van még hátra. És hát a nagy kétségbeesésben a feleségem és a lányom összefogtak, és hát kutattak mindenféle lehetőségek után, mert azt én nem ilyen akartam, hogy nekem akár besugárzást, akár kemó kezelést kapjak, miután az orvos is azt mondta, hogy igazából 80-es korban már nem nagyon szabad ezt a műtétet, vagy ezt a kemoterápiát csinálni, mert nem akar földbe döngölni, vele magyarul megmondta. A gyomorrák diagnózisa gyomortükrözéssel, úgynevezett endoszkópiás vizsgálattal megállapítható. A vizsgálat során a gyanús daganatból mintát vesznek, és a pontos diagnózist a minta szövettani elemzése alapján állítják fel. További képalkotó vizsgálatokkal, például CT-vizsgálattal a daganat kiterjedtségét határozzák meg. A gyomorrák kezelése a rákos állapot előre haladottságától, az adott betegség stádiumától és a beteg tűrőképességétől függ. A sebészi kezelés célja, hogy a rákos sejteket eltávolítsák a szervezetből. Amennyiben ez nem kivitelezhető teljes mértékben, például az áttétek elhelyezkedése miatt, akkor kemoterápiát vagy sugárterápiát alkalmaznak a rákos sejtek elpusztítására. A kemo- és sugárterápiás eljárásoknak számos jelentős mellékhatásai vannak, mert a kezelés nem szelektív, vagyis nem csak a rákos sejteket pusztítja, hanem a szervezetben egészségesen osztódó sejteket is. Tanácskozott a 2 hölgy, akinek nem tudok elég hálás lenni, hogy mit lehet tenni, mindenféle után érdeklődtek, és a gyógygombát találtak meg, amit aztán utána szedtem is. Hogy vett észre, hogy a javulást? Ezt észrevette magán? Észrevettem, igen, meg arról nem beszélve, hogy amikor mentem az ellenőrzésre, akkor az orvos, az egy nőorvos, Kútvölgyi kórházba meglepődött, hogy mit csinálok, mit szedek, hogy ennyire javult az állapotom. És hát mondtam, hogy ezt a gyógygombát szedem, és azt mondja, hogy hát eddig úgy volt, hogy nem igen ismerte, nem nagyon foglalkozott vele,
de ezentúl igenis azt mondja, hogy látja, hogy hatása van, és jó hatása van, és hát majd fogja másnak is ajánlani. És most, mikor legutóbb voltunk, akkor meg azt mondta, hogy annyira örül nekem, hogy így sikerült meggyógyulnom, vagy meg, hát meg ugye nem lehet kimondani teljesen, de minden negatív, minden leletem. Mind úgy érte el ezt, hogy egyedül műtét volt, és sem kemó, sem sokáig terápiát nem lehetett adni. Semmit nem vállaltam el, mert nem is nagyon ajánlották, csak a spekuláltak, hogy mostan mi legyen. Úgy voltam vele, hogy hát akkor élek, ameddig élek, aztán szedem ezt a gyógygombát, és ez teljesen rendbe hozott. A gyomorrák megelőzésének érdekében fontos a magas rost- és vitamintartalmú egészséges étkezés, az elhízás, a dohányzás és a fájdalomcsillapító gyógyszerek túlzott fogyasztásának elkerülése. Ma már tudományos kutatások és egyre szaporodó statisztikai adatok támasztják alá azt a régi megfigyelést, hogy a betegségekből való meggyógyuláshoz a kiegyensúlyozott lelki élet, az egészséges spiritualitás és a vallás jelentős többletet képes hozzáadni. Az egészséges spiritualitású vagy vallásos emberek könnyebben fogadják el a nehézségeket, sokkal kisebb stressz hatás alatt élnek, immunrendszerük hatékonyabban védekezik például a rossz indulatú betegségekkel szemben. Házi orvos, amikor jött, azt mentem be hozzá, azt mondja, hogy hát azt mondja maga, teljesen jó van, látom, a füvet nyírta. Hát mondom, valamit kell csinálni, hát ott tétlenül nem lehet, egész életemben dolgoztam már most, amit. Így, hát szóval ez van, így. Nagyon gyakran megfigyeltük gyomorrákosoknál egyébként, hogy jelentős életminőségjavulást lehet tapasztalni, hogyha alkalmazzák az apigenint, illetve a gyógygomba kivonatokat, és nagyon hosszú ideig élnek még utána, tünetmentesen. Említettem, amikor előzetesen beszélgettünk a betegségéről, hogy amikor azt mondták az orvosok, hogy 2 hónapja van hátra, akkor igazából nem stresszelte magát nagyon. Nem. Miért nem? Mert ugye azt lehet hallani, hogy mindenki megijed, fél, igen, kétségbe esik, de ő nem esett kétségbe. Nem. Hanem. Úgy voltam vele, hogy éltem 80 évet, nem volt rossz életem, szerető családba éltem le, úgyhogy ennyi volt, kész. De hát nem így történt, mert nem hagyták abba. Igen, ez azért fontos egyébként számunkra, és a többi beteg számára is, mert nagyon gyakran megfigyeljük azt, hogy nagyon súlyos betegek hirtelen jobban lesznek, tünetmentesek lesznek, és ezeknek a betegeknek a döntő többsége nem stresszelnek. Azok a betegek tudnak meggyógyulni, és azok a betegek lesznek a gyógygombákkal a legjobb állapotban, akik nem stresszelnek és nem esnek kétségbe. Érdemes megőrizni a lelki nyugalmát, mindenkinek nem szabad kétségbe esni, családban figyelnünk kell egymásra, segíteni kell egymásnak, ennek is van gyógyítatás, és emellett még a gyógygombák ezt mind felerősíthetik, és mind a háromnak köszönhette, és természetesen az orvosoknak is köszönhette a gyógyulását. És az, hogy az életminősége az sokkal jobb lett, mint ami volt, és végül is az orvosoknak a várakozása nem teljesült, nem 2-3 hónapig él, hanem jóval tovább fog élni ennél. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte a történetét, ebből is nagyon sokat lehet majd tanulni mindenkinek, aki ezt a filmet, ezt a beszélgetést megnézi. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hogy megőrizzük egészségünket, ne feledjük. Kerüljük a dohányzást, a stresszt, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, és mindenképpen mozogjunk, sportoljunk valamit. Viszontlátásra, jó egészséget!